Na hát sziasztok, köszöntök mindenkit, ez egy újabb ilyen régi bemutatós vlog lesz, mégpedig ezt a VHS-C kamerát fogom majd kicsit közelebbről is bemutatni. Sikerült feléleszteni, egyébként ez egy kamera, ez 1992 óta van meg nekünk, ez, sok családi felvételt csináltunk ezzel. Úgyhogy, és van 2005-ig, még 2005-ig biztos használtuk, mert akkor még találtam felvételeket róla. Úgyhogy addig az intenzíven használatban is volt, nagyon sok felvételt csináltunk vele tényleg. És az akkoriban ez már közel volt a csúcstechnikához. Majd közelebbről is beszélek róla, meg majd mindjárt egy másik kamerával. Úgy konkrétan be is mutatom majd, hogy pontosan ez hogy működik. Annyi a lényeg, hogy ez akkoriban ez egy azért számított tudott jónak, hogy igazából hogy ez színesbe vett föl, és ugye ilyen kis kazetták a 30 perceket, de és ahhoz képest, és egész jó meg hangot is vett föl, de az akkoriban egy VHS kamerában az nagyon jó volt. Hát ugye meg eleve a Panasonic volt az, tehát hát ez egy Panasonic márkájú, egy G2-es, vagy most pontosan a cím az egy LVG2 VHS-C kamera. Szóval amikor a 80-as évek közepén először a Panasonic volt az, aki kifejlesztette ezt a kompakt mindent egybe, hogy a felvevő is, meg a ugye maga a videó magnó is egybe van, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen kis kompakt szerkezetbe lehetett fölvenni, és ugye kellett hozzá a VHS-C szabvány, ami ugye szerintette, hogy ugye nem a normál nagy VHS kazetta, hanem csináltak bele egy kompakt verziót, de pillanat szerintem ezt most állt a fejlet, és hozok is egyet ide, mert ilyen kis kazettából van még. Pillanat, mindjárt jövök. Ismét itt vagyok. Szóval a lényeg az, hogy ugye a VHS-t azt hiszem azt a GVCC-t fejlesztette ki először, ugye ma nagy VHS kezdett, gondolom mindenki látott, de ha nagyon akkor talán azt is tudok ilyet mutatni, az is van itthon, de tehát csinálta belőle egy ilyet. Ez volt a kompakt verziója a VHS-nek. De ez volt egy kis kazetta. És egyébként az a benne, hogy a maga a VHS, tehát ugyanaz a teljesen kompatibilis a normál VHS-sel, mert ugyanaz a szalag van benne. Ebbe is, csak ugye ezt egy kisebb méretű legyen, így ezt így csinálták meg, és akkor erre lehet fölvenni. És annyi, ezek ilyen 30-45 perces kazetták voltak ebből, viszont ehhez van, meg lehetett akkor is kapni ilyen adaptert, amivel simán, és normál videóval magnóval be lehetett rakni. Nekem is van, vagy itt valahol. Az úgy működött, hogy az alatt a kazettában van egy ilyen, mert bele kell tenni egy normál cetuza elemet, és van benne egy motor, amelyik így széthúzza ezt a szalagot, mert akkor is akkor széthúzza, de hát pillanat, lehet, hogy azt is meg tudom mutatni, egy pillanat. Igen, szóval. Ilyen, tehát így nézett ki egy adapter kazetta hozzá, tehát ebbe is van egy, most egy normál kis kazetta, egyébként ez a vége. Gyakorlatilag ugyanaz, itt van benne. És a normál videó magnóba belakható, itt van az egyik feje, itt a másik feje. És az úgy működött, hogy ugye mutatom valahogy, hogy lássátok is, hogy van itt ez a része, és akkor tehát ez egy ugyanilyen kis kazetta. Amiben mutatom, ez konkrétan ez egy 45 perces, ilyen látjátok, hogy GVC kazetta. És ez konkrétan, hogyha normál videóban úgy lehet lejátszani, hogy így bele kell tenni, fordítva, de így bele kell tenni. Na ugye mindjárt mutatom, hogy csak a kamera is lássa. Így, tehát ezt így beleteszed, meg elcsukni. És akkor a benne lévő elem az annyit csinál, hogy így széthúzza így a szalagot. Hogy kinyitva, ez ugyanaz a szalag, de ide egy normál videó magnó lehet ugye játszani. Ennyi is. Ugye? Ezzel működik. Ez egy hagyományos normál szeruza elem, ennyi kell hozzá. Akkor ezt mindjárt visszatesszük. És akkor ami a lényeg, hogy ugye VH kompakt, és azt hiszem a Panasonic volt az első gyártó, amelyik ezt kifejlesztette, mert
korábban az úgy működött, hogy volt egy lejátszó eszköz, ami külön, meg egy felvevő eszköz, egy kamera. És akkor össze kellett utazni a kettőt. És akkor érthetik, az Panasonichoz az első, amikor kompaktban ezt meg tudta csinálni, hogy egy készülékben van minden, tehát maga az eszköz, ami a videóhoz van, a lejátszást, és ezzel is tud felvenni, aztán ezeket hívták kompakt, de ne pontosabban. És most ezt a fajta, igazából több gyártól is gyártott ilyen VHS kamerákat, de majdnem minden vidéki ilyen úgy Panasonic licenc, a Panasonic gyár alapján, technológia alapján működött. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen GoPro meg Grundig-nak hasonló kamerák voltak, ami így picében tudta, hogy többet más volt a szoftverüknek a vezérlésük, de egyébként a maga a lelk az Panasonic volt. Gyakorlatilag mi minőségben semmiben nem volt nagy különbség, hogy nagyjából ugyanazt tudták. Az alapmodellek ugye voltak nyilván drágábbak, amik ugye... Tehát az ami tényleg nagyon drága volt, még 1992-ben, amiken sima normál nagy kazettás, vagy hát nagy videókazettára tudod felvenni. De az tényleg akkora volt már, az ilyen váron indítható volt, tehát az ilyen nagy, gondolom, hogy legalább 3-4-szer akkora, mint ez. És ebben van már nagy kazetta kellett, plusz ilyen nagy brutált és egy nyaksi volt benne, tehát igen, mutatok. De azt majd átváltok a másik kamerára, és akkor majd azzal. Na szóval akkor sziasztok, akkor ismét itt vagyok, és akkor mutatom, hogy rából egy ilyen táskát adtak hozzá. Tehát ez majdnem egy, szerintem ez ugyanaz volt, ami megvételtől, tehát gyakorlatilag adták hozzá, azt hiszem ezt egy... Tehát ez csak egy sima kazettatok, és akkor ilyen aksik voltak hozzá, hát ez már nem az eredeti, az már nincs meg, nem is találtam meg, ez egy utángyártott. Látszik, ez egy Duracell márkájú, tehát nem Panasonic. És ez egy nikkel metal hibrid aksi már, ez már kicsit fejlettebb, mint a nikkel kadmium, amit hozzáadtak. Kicsit jobban bírja az utántöltés, meg a rátöltés, viszont kevesebb a kapacitása. És ott is van rajta, hogy 0% kadmium. Már azt akkoriban már nagyon nem szerették, meg mondták ki a forgalomból, mert olyan mérgező anyag. Tehát ez maga az aksi. Azt nézem, hogy rajta van valahogy mekkora a kapacitása, de azért ezek ilyen 3-4000 milliampere órások voltak. Másikon, ami most a kamerán van, azon rajta van. Csak ez maga volt a kameratáska, hogy ugye ott elfért maga a kamera, itt a kiegészítők, tehát ott voltak hozzá átjátszó kábelek is egyébként, amivel össze lehetett rútozni még egy videóval. Úgy is használtuk régebben, tehát ilyen adapter kazettánk, ez nem volt, ezt témosva teráztam össze. Illetve nem tudom, valahonnan egy Facebookon, vagy valahonnan tudtam egyet még szervárni, mert egyet nem árulnak sehol, hogy ezzel le tudjam játszani az eszközt, mert akkor a kamera felélesztése sem volt egyszerű, mert ezeket az aksikat azért dolgozni kellett vele, mire működtek. És akkor mutassuk be magát a kamerát is, most már csak az a... Tehát így néz ki. Ilyen egyszerűen, hogy a gombok vannak rajta, tehát ez egy hagyományos zoom, ezzel lehet zoomolni. Tehát optikai, hát ugye nyilván zoomból rontja a minőséget, de lehet, ez maga a mikrofon, ez nem volt végebben egy szivacs, ez ilyen szélzajcsökkentő, csak az idő, hát ugye, egyszer csak úgy megadta magát és leesett, de ez itt a mikrofonja. És amit még tudott, ugye nézzük, tehát ez maga a lencse, tehát így kellett lehet venni, ez pedig egy beépített ilyen kis vakú vagy ilyen derítő lámpa, hát tehát éjszakai videózásnál lehetett valami haszna, még túl sok szerintem nem. Ugye emlékszem, hogy most nem használtuk, még régebben se, és akkor maga itt van a... Hát ugye ez a rendes kis kazettás, a videókazetta az itt van benne. És ugye date time, meg fade, meg ilyen gombok vannak rajta, tehát ez igazából arra jó, hogy... De rá lehet rakni magára a felvételre a dátumot, meg az időt, hogyha ezt így... Hát a title az... Nem tudom, mire jön, és akkor itt van az, hogy 8-szoros zoomot tudott. Ebbe tévedtek egyébként a többi gyártók is, hogy kicsit jobb objektívet adtak rá, akkor még nagyobb volt a zoom tartomány, vagy ilyesmi egyébként. És akkor itt szintén ez egy utángyártó taxi, ez van most rajta. Ez konkrétan nincs ráírva, hogy mennyi. De ezt most feltöltöttem, úgyhogy ezzel fog működni. Valamit. És itt van Autolight, látjátok a gomb nevű, ez egy Autolight, hogy ezzel lehetett ugye
kapcsolgatni, és akkor itt van, ez maga a vezérlő. Ezzel a kazettát lehetett előre-hátra tekergetni. Igen, most hiszem, hogy ezért, tehát ezzel vissza is lehetett ami nézni a felvételeket, amit felvettél. És ugye play, akkor pauzoz a szünet, stoppa megállít, és akkor ezzel meg ugye hátra meg előre tekeri a szalagot. És ez már maga a nézőke, hát most ez... Nem, hát ebben az A-kategóriában azért megvolt, hogy a maga a nézőke az fekete-fehér. Tehát, hogyha ebbe, te miközben filmeztél és belenéztél így ebbe, magát a képet az fekete-fehérbe láttad. Hát ez már az maximum a sokkal drágább verzióban lehetett az akkori vagy színes. És akkor ez pedig, hogyha így átnyomod, ez maga a felvételt irányítja. Tehát így a módnál lehet állítgatni, gondolom, hogy automata manual, memory display lesz, stb. És akkor színeket is meg vannak ilyen színes beállításokat lehet itt manuálba használni. Csak ami még itt érdekes, tehát ez a felvétel módja, hogy SP vagy LP, tehát hogyha LP módban, hogyha rögzítettél, akkor kétszer annyi, lassabban tekerte a kazettát, kétszer annyi félt rá, csak ugye elrontotta a képminőséget. Nyilván sokkal szalabb lett a minősége úgy, de most is digitalizáltam be kis kazettáló LP-s felvételt, hát igen, tehát azért látszik a különbség, akkor is látszott. Sőt, akkor a pláne látszott, és akkor azt gyakorlatilag így van neki egy ilyen kis fogantyúja, amivel így meg lehetett fogni, és akkor így működött. Hát ott maga az aksi volt rajta. És itt volt még egy kimenet. Ja, az a gomba, hogy lehetett leszedni róla az aksit. Ez pedig ugye a sárga videójelet viszi a fehér meg a hangot, ezzel lehetett összekötni egy videóval. Van egy másik csatlakozó, ez azt jelenti, hogy DC-in 6 volt, tehát akkoriban lehetett hozzákapni átjátszó, vagy hát ilyen ezért adaptert, tápkábelt, amivel ugye lehetett használni konnektorral is, tehát berúgtad a konnektorba, innen kapta a 6 voltos áramot, és akkor működettem. Nem merült le az aksi. Tehát, hogyha olyan helyen volt, hát tudtál is nézni, ez a remote, az pedig van valami távvezérlő kapcsolatot, tehát így távolra indítani, leállítani a felvételt, tehát ugye rendes szabványos állványmenet volt rajta, és egyébként ez maga az adatlapja, tehát MVG2-e, az a típusjele. Hát a gyári száma az már rég lekopott, és akkor ugye van, és akkor ugye az, hogy 6 volt és 6,4 watt kell neki. És volt még itt, ami még érdekes, hogy fülhallgató és mikrofon bemenet, tehát azt tudott olyat, hogyha rákapcsoltál egy mikrofont, vagy rákötöttél, akkor ugye, és játszottad, tehát mentődött csinálni, hogy a hangsávot a videón azt felülírta, és a mikrofonnak a hangja ment rá. Az eredeti hangsávot ezzel felülírva. Hát, tudomásul szerintem valami hasonló kamerával csinálták az első, hogyha ismerjétek a Dallas Prezé szinkron paródiát. Ugyanígy, hogy rá volt állítva a tévére, vették az adást, és alá szinkronizáltak. Azt pontosan így lehetett megcsinálni például. Egybe, és akkor szerintem kapcsoljuk be a kamerát, és nézzük meg, hogy csináltat. Egy kíván, fel van töltve az aksi, tehát, de csak ezek már régiek, tehát... Igen, tehát... Hát, hogyha leveszem a lencseridőt is, ahol levettem. Látok is benne valamit. Tehát úgy most éppen a monitort látom, akarom nektek is megmutatni. Nem tudom, hogy mit lát belőle ez a kamera, de ugye ugyanez, tehát egy fekete-fehérben látom a dolgokat benne. Tehát mondjuk rámegyek erre az órára itt. Az a lényeg, hogy nincsenek színek. Tehát ezt fekete-fehérben látod. Tehát így fekete-fehérben látod a világot. Na, már meg lehet ezt csinálni? Valahogy. Egyszer majd lehet kipróbálom, hogy egyébként mennyire bírja még az aksia, mert mondjuk elmérkezett, és akkor van ez a piros gomb.
Ezt megnyomva indul a felvétel. Tehát most éppen fölveszek vele. És akkor most látom is itt a világot. De talán ti is látjátok, miért tudom, hogy ugye tekeri a kazettát, tehát a szalag az éppen megy benne. És vesz. Tehát már most azt mondja, hogy már 20 másodpercet vett föl. Most. És akkor elvileg a date time szettel lehetne dátumot meg az időt látni, tehát most már megnyom a date, csak na ez viszont valamiért nem működik rajta, mert azt írogatja ott ki, hogy backup, és az ott villog, és nem történik semmi. Tehát ez a funkció, ez valamiért nem működik benne, hát azt most ne kérdezzétek, hogy miért, ez nem jöttem rá. De elvileg ez a date time-omban lehetne, miután beállítottad itt az aktuális dátumot és időt, akkor ezt egy gombnyomásra rá tudja tenni, és akkor te láttok ilyen régi felvételeket, gondolom, hogy van a YouTube-on rengeteg ilyen hasonló kamerákkal felvett, akkor azt de akkor ott a jobb alsó sarokban egy ugyanilyen betűtípussal, mint amit most is talán látok a képen, ugyanilyen fehér, mert betűtípussal kiírta, tehát ki lehetett vele iratni a dátumot meg az időt. Most ez itt most a reklám helye lesz, de megérdemli a reklámot, tehát Becski András YouTube csatornáját nézzétek, mert rengeteg tömegközlekedés és videót filmezett le annó, valami ehhez hasonló kamerával dolgozhatott biztosan, mert ugye ez, akkoriban ez volt az, amelyik ilyen hát úgymond elérhető kategória volt. Mert bár akkoriban egy ilyen kamera az talán olyan 70 ezer forint körül lehetett, ami azért több havi fizetés volt ma akkor is. Hát nem volt ez egy olcsó dolog. De hát ezekre mondták még azt, hogy azért aki nagyon akart egyet, az ugye meg tud, hát megfizethető, úgymond megfizethető kategória volt már, ha ezt annak lehet nevezni. De hát akkoriban ez a házi videózást, azt gyakorlatilag mindenki ezzel művelte, mert hát nem nagyon volt más. Na és akkor ugye még egyszer ezt a gombot megnyomom, így akkor a felvétel leáll, most azt mondja, hogy pauz, ugye? Igen. És ugye itt van még egy gomb, tehát ezzel lehet a szalagot kiadni. Oda is van írva, hogy eject, feltéve, hogyha megtalálod a fókuszt, akkor mutatni. Igen, így. Tehát most ezt így, és akkor ezt megnyomom. Igen. Tehát így lehet benne kazettát cserélni, és akkor ezt is simán csak visszatolod. És ennyi. És akkor most ugye az majd pauze, SP, rögzít. Ez általában nagyjából ennyit. Ja, és akkor amit még szeretnék megmutatni nektek, egy pillanat, csak oda kell mennem, hogy azért itt az aksi kezelése olyan egyszerű volt, mint manapság, itt a digitális korszakban, nagy pillanat. Tudom, hogy ez volt a maga, ez egyébként a gyári, ez a Panasonic töltő, tehát ez volt az aksi töltő, hogy a kamera aksit ide kellett betenni. Ilyen egyszerűen, de ugye idehozom az aksit és meg is mutatom. Tehát ez így működött, hogy ugye, tehát így néz ki egy aksa alulról, ezt így ide, ezt így elhúztad, és akkor így ott volt. És ha észreveszitek, kihozom a fényre, hogy látszódjon. Szóval, tehát itt van három LED rajta, meg egy gomb. Tehát itt az első, ez a discharge, tehát ez a lemerítő funkció. Ez azért volt fontos, mert ezeknek a nikkel, metalhidrid, meg nikkel kadmium aksiknál nem szerették, hogyha rátöltenek. Tehát az olyan volt, hogy lehetőleg kerülni kellett azt, hogy rátöltés. Tehát csak akkor szabadott tölteni, hogyha teljesen lemerült. És ebben tudott egy olyat, ezek a töltők még tudták azt, hogy lemerítik az aksit. Tehát ha rányomtál, akkor ugye világított az, hogy előbb lemeríti, és csak utána tölti föl. Ez úgy működött, hogy bedugtad a konnektorba, akkor itt világított egy piros LED, power, hogy áramot kap. Ez egy másik piros volt, ami azt jelentette, hogy charge, hogy tölt. És ez pedig egy zöld, tehát ez a discharge, hogy... Tehát
Hogyha nem merült el az aksi teljesen, de ha lemerült, akkor is ezt úgy kell tölteni, hogy aksi be, konától berúg, ezt a gombot nyomod, ameddig ki nem gyullad itt a discharge gomb, zölden, és tehát az azt jelenti, hogy ha még volt is benne valami szufla, akkor azt ugye lemerítette, és miután ezzel végzett, átváltott töltésre, és ha itt ezzel aludt, ez a középső piros LED, akkor töltött fel az aksi. És akkor filmezhetté vele, hát fénykorában egy ilyen aksival kb. Egy olyan fél órát biztos lehetett filmezni, de lehet, hogy 30-40 percet, tehát kb. Ennyi volt a standard idő. Utána jöhetett az aksi csele. Vagy lehet, hogy fénykorában ez még többet is tudott, és hirtelen nem emlékszem, általában ezeket ilyen szakaszosan használtuk. Bár vannak ilyen családi rendezvények, meg ilyen, itt tudom én, ilyen iskolai ünnepségek, karácsonyi, meg anyáknak, meg hasonlom, ilyen. Hát szintén ez a kb. Fél óra volt, és az egybe fel lett véve vele. Hát én, tehát nagyjából ezt így tudta. De nem ártott egy tartalékaksi se, hogy még sokat filmezett valaki, akkor azért több, legalább 3 vagy 4 tartalékaksi biztos volt egy ilyenekhez. Ja, és magának a töltőnek az adatlapja meg így néz ki, megfordítva. Fókusz, fókusz, fókusz. Nem tudom, mi van most ezzel a kamerával, hogy nem találja, na itt van. Hát gyári szám erős lekopott már. De ugye ez a gyári aksi töltő. Ez így működött. Ezzel kell tennem, nem olyan egyszerű manapság, hogy gyors töltéssel így az épikpak közé feltöltöm. Ezeknél még azért, hát akkoriban ez volt a gyenge pontja minden kamerának, a töltés. Meg az aksi kapacitása, tehát hány ilyen videó van, hogy lemerül az aksi, nem lehetett előket felvenni, és hogy egyre ugye használták ezeket. Most kikapcsoltam. Úgy egyre kevesebbet bírtak az aksik, és mert ezek nagyon gyorsan el tudtak használódni, tehát még rendszeresen filmezte egy aksival, hát 2-3 év után már annyi az ég a tyára ment, hogy akár csak ilyen negyed órákat vagy 10 perceket bírt, vagy még annyit se, lehet, hogy be se kapcsolt vele. Ez a két aksi is olyan volt, amit sokáig próbálgattam, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor minden kettőt ilyen teljes feltöltéses, lézeremelítéses formázással tudtam csak életbe pofozni. És nagyon kíváncsi lennék én is, hogy meddig bírja. Majd egyszer azt meg fogom csinálni, hogy csak ide a környékre kimegyek ezzel a kamerával és filmezek. Lehet, hogy fel is rakom a YouTube-ra majd az eredményt. Sőt, biztos, fel fogom rakni, mert miért ne. És akkor majd kiderül, hogy pontosan mennyit lehet. Tehát mondjuk csodálkoznék, hogyha egy ilyen 30 perces kis kazettát le tudnék vele filmezni. Anélkül, hogy leverülne. Hát az világ 8. csodája lenne. De hát meglátjuk. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Na, sziasztok, akkor ezt is be tudtam nektek mutatni, hát ez volt ilyen, ez a régi idők technológiája, viszont akkoriban ez nagyon nagy szolgálatot tett, rengeteg felvételt, hogy ezzel lehetett megcsinálni. És igazából manapság bánom csak hogy nem használtam többet, akár még csak egy 2002-2001 után is egy pár szó el lehetett volna ezt kunyizni otthonról, hogy hadd filmezzek vele, hogy itt adtam ott le, mert lett volna mit. Akár csak ott a városban vonatokat, buszokat, stb. Tök jó lett volna, hogyha lennének róla a felvételek az ilyen régi dolgokról. Csak hát sajnos az akkoriban még nem igazán érdekelt ez a filmezés, és dolog meg hát ugye ez olyan dolog volt, hogy hát ez ilyen drága dolog, vigyázni kell, nem adjuk csak úgy oda. De hát még jobb lett volna többet használni, tényleg kellett volna, csak hát ugye utólag könnyen okos az ember, amikor még megtehette volna, akkor nem csinálta, most meg bánkódik, hogy de sok jó felvételt tudtam volna még vele csinálni, hát ez van. De hasznos kis jószág volt, és igazából még a mai napig működik. Úgyhogy ennyi lett volna. Ez a kis bemutató, úgyhogy sziasztok!